Üdv mindenkinek! Látjátok, épülget itt a setup. Haladunk a piros felé. Na de, a mai videóban nem másról szó, mint a JBL 9.1 szombáról. Ami ugye képes a Dolby Atmosra, kb. Karácsony óta megvan. Akkor vettem. És meg kell mondjam, elég jó szó. Az ára az egy ilyen 1000 euró körül van, 900 font. Nekem ilyen 600 fontért sikerült beszerezni. Na de, maga a szondár ugye, és hát igazából az egész hangrendszer ugye 820 wattos, a szondár 400 watt, a mélysugárzó, a subwoofer 300 watt, plusz a két kis hangszóró, ami mágnesesen csatlakoztatható, teljesen vezeték nélküli, az 60-60 wattos. A kettő darab kis hangszorót mágnesesen tudod ugye csatlakoztatni. A JBL 9.1 inkább egy ilyen, inkább egy 5.1.4, mivel magán a szondáron található 5 hangszóró, 3 előrefelé sugároz és 2 pedig felfelé, valamint a 2 kicsin található 2-2, ebből egy-egy előre, és egy-egy fölfelé sugároz. Ugye, valamint a mélysugárzó. Portok terén úgymond gazdag, mivel van itt a HDMI bemenet, TRT kimenet, ez az optikai hülyeség, amit senki nem használ, és nem is ajánlanám, valamint Bluetooth 5.0, és használhatod Chromecast vagy AirPlay 2 keresztül is. És hogy tényleg, hogy szeretnéd, úgy használod. Viszont a Dolby Atmost csak akkor adja vissza, HDMI-n keresztül használod. Úgyhogy kb. Szerintem ezen fogod használni, mert hát a Dolby Atmos akarsz hallani, ugye, akkor muszáj HDMI-t használnod, nincs más lehetőséged. És hát akkor szerintem nézzünk egy videót, az hogy is szól ez a Dolby Atmos. Valószínűleg nem lehet lesz visszahallani azt, amit én hallok, ugye nem fogod ezt te ugyanúgy hallani, de nézzük meg azért, hogy szól. Position for landing. MR-1422, Dingo Egret, unlocked. 20 to touchdown. That's unusual. What is? Indications of Metatron. It's way too shallow. Metatron is not very deep. It's very strong. It wasn't here last time I came. What the hell is that? An orbital frame. My limb is damaged. Damn, Barra. Barra, from Mars? Good morning. Ready for combat? This is detached backup battle unit, ADA. Do you request control instructions? Situation on Mars has changed drastically. Now, Balron's war potential is very strong. The Space Force put up a stubborn resistance, but without a major war, Mars was occupied by Balron and Flash. Our mind is already getting ready. Only those two machines can make Almon move or stop. This frame, don't you? Maybe. Even if you're Barron, that's too rough. It sure is. Who's the commander? Jody. Is that you? Viola? Jody.
És hát ugye, ahogy hallottad, nem egy rossz darab, teljesen jó szó, viszont annak hibái. Az egyik ilyen hiba, ami sokaknál jelentkezett, az nem más, mint kis hangszórókat, ugye, hát úgymond nem tudom csatlakoztatni, mármint nem fizikailag, hanem egyszerűen nem kapcsolódnak össze, ezáltal nem tudok tölteni sem. És hát ugyanis működik. Ha már a töltésnél járunk, akkor ezeket a hangszorokat töltheted micro-hoz még keresztül is, nem kell csatlakoztatnod hogy a soundbarhoz, de és miért tölteni a micro-hoz még keresztül? Hozzá csatlakoztatod és tölti. Valamint, hogyha ez a lemerülnek, akkor a szondár kikapcsol. Ezt jól tudom. Viszont van egy olyan dolog, ugye, hogy kikapcsolod a kis hangszorókat, csak a szondár megy. Így nem tud lemerülni. További hibák még olyan, hogy a hang itt-ott elkezd szakadni, meg teljesen elmegy. Ez nálam jelentkezett is. Egyszer-kétszer. Nem tudom, hogy mitől, de csak így előjött. Egyébként van az, hogy itt-ott kapcsolódgat magától, így átvált TV-re, vagy HDMI-re, vagy Bluetooth-ra, de ez nagyon ritkán jelentkezik. És amit elfelejtettem, van hozzá egy távirányító, amit mutatok is. Nem tudom mennyire látni. Ez a távirányító van hozzá. Ezen tudod állítani, ugye TV, HDMI vagy Bluetooth-on keresztül. Vagy a Bluetooth-ot, attól függően, hogy melyiket szeretnéd használni, amit tudod állítani ugye a hangot, le is fel. A Dolby Atmos térhatást, ami van low, medium és high, mint alacsony, közepes és magas. Öt szinten állíthatod úgymond a basszust. Hát kb. 2, 3 és 4 között fogod használni. Mert nem akarod egyszerűen 5-ön használni, 5-ösen használni, mert annyira erős, hogy ez hihetetlen. Nem lehet támadni. Valamint tudod még állítani a hangszorókat, ugye a kettő kicsit. Ugyanúgy alacsony, közepes és magas hangerő, és ki is tudod kapcsolni teljesen őket. Szóval ez egy nagyon jó kis távirányító, teljesen egyszerű, és még van lehet egy ilyen némító gomb is. Úgyhogy én csak ajánlani tudom ezt a soundbart, tényleg. Igaz, megvan az ára, de ugye, ha Dolby Atmos-t akarsz, főleg 9.1, ugye, akkor ez egy teljesen jó soundbar. Úgyhogy ennyi lett volna mára ez a videó. Kicsit itt besötétedett. Még várom a fényt, hogy jöjjön a setupba és a setuphoz. Ezért nincs. De lassan lesz. Úgyhogy sziasztok!